Hello, fegyvermutatás lesz, méghozzá a light machine gunok vannak soron, és a PKP Pécsi Negról lesz szó, ami egy orosz fegyver, de erről a fegyverről azt kell tudni, illetve nem csak erről a fegyverről, hanem a light machine gunokról úgy általánosságban, hogy nagyon nehezek, ezáltal nagyon lassan tudunk velük mozogni, viszont nagy tárkapacitással rendelkeznek, és ezért nagyon hosszadalmas az újratöltési idejük, illetve nagyon nagy a szórásuk és a rángatásuk a fegyvernek. A játékban két dolog áll rendelkezésünkre, amellyel tudjuk csökkenteni a light machine gunok visszarúgását, illetve szórását. Az egyik a kick prof, a másik pedig a grip kiegészítő. Csináltam egy kis összehasonlítást, hogy mégis melyik az effektívebb, illetve ketten együtt milyen eredményt érhetnek el. A próbában a PKP pecsenegről csináltam ezt a próba videót, illetve ezt a képet, de általánosságban az összes light machine gunra igaz, hogyha a kicket és a grippet összehasonlítjuk, akkor a grip jön ki győztesen a dolgokból. Tehát, ahogy a kép is mutatja, a kicket a kék jelöli, a grippet a fekete, a kick és a grip kombóját pedig az aranysárga szín. Amikor kikkel becélozva lőttünk, akkor a golyónak a becsapódását az a piros paca jelöli, amikor pedig hipfire-rel, vagyis célzás nélkül, az pedig a hatalmas kék paca jelöli. Amint láthatjuk, a grip esetében a piros jelzett terület sokkal egységesebb és kisebb, illetve mikor egyszerre használjuk a gripet és a kikket, akkor teljes mértékben együtt vannak a lövés becsapódásai. Igazából a hipfire területe is kisebb ez esetben, de amint láthatjuk, a hipfire területe mindhárom esetben olyan böszme nagy, hogy felesleges velük kalkulálni, illetve ugye a fal és a fegyver se volt olyan hú de távol, és mégis ennyire szórt a fegyver, úgyhogy tényleg teljesen felesleges a fegyverrel, hipfire-rel lőni. Tehát, amint láthatjuk, a grip jött ki győztesen, illetve a tehetjük, használjuk együtt ezt a két kiegészítőt, a kicket és a grippet, de ahogy az eredmény mutatja, ez az összes light machine gunra igaz, nem csak a pecsenegre. Tehát a grip és a kick csökkenti a light machine gunok szórását legfőképp, de a visszarúgását legjobban a termászkóp orvosolja a light machine gunoknak. Tényleg bármilyen light machine gun van, arra a termászkópot tesztek, olyan szinten kezes bárányjá válik az a fegyver, hogy ihaja csuhaja, de tényleg megnyaljátok mind a 10 ujjatokat. Teljes mértékig a termászkóppal használhatóak a light machine gunok, de tényleg próbáljátok ki, gyakorlatilag egy lézergépágyúvá válik ez a fegyver, olyan pontossá válnak a light machine gunok így általánosságban. Úgyhogy bárki, aki sír light machine gun után, rakjon le termászkópot és hozza le egymást a mobokat, gyakorlatilag én is azzal hoztam le. A light machine gunokhoz az is hozzátartozik, hogy nem mindegy, hogy milyen pozícióban lövünk vele. Tehát, ha googolunk a fegyverrel, akkor pontosabb, mintha állnánk vele, illetve ha mennénk vele, de ha fekszünk a fegyverrel, akkor az esetben a legprecízebb, illetve a visszarúgása is minimálisra csökken, tehát érdemes kicsit feküdni ezzel a fegyverrel, kicsit lomhában mozogni, illetve erre is való a light machine gun, nem tudom, ki szereti ezt a játékstílus, de biztos vannak ilyen emberkék. Ennyi is lenne így általánosságban a light machine gunok, és térjünk át a PKP-ra. A fegyver damage 40-es, és nincs semmilyen köztes érték, tehát a fegyvernek range-e sincs ezáltal, mind közel, mind távolra ugyancsak konstans 40-et tudunk sebezni a fegyverrel. Az RPM-e 705-ös, és ezzel a leglassabb light machine gunok közé tartozik. 100% sebzés, testre 3, illetve távolra ugyancsak 3, fejre 2 közelre és 3 távolra szükséges, mint találat, hogy leterítsünk egy embert. A tárkapacitása a light machine gunokhoz híven 100-as, illetve extended maxel 150-esre növelhetjük, ami teljes mértékben egy vadállattá minősíti ezt a Rambo fegyvert. Az újratöltési ideje az lassú, 8 másodperc felett van, illetve a Call of Duty bugot használjuk ki, akkor is 6 másodperc alá nem mehetünk, tehát 6 másodperc minimum egy újratöltési ideje, illetve ha kicsit soknak tartjátok, akkor Slides of Hand Perk az ott van a vésztartalékok között. A fegyver futás sebessége 80%-os, tehát nagyon lassúak vagyunk a terepen, illetve ha ugrunk vagy objektíveket mászunk át, akkor nagyon lassan kapja elő újra a fegyvert, és nagyon sok idő telik el, mire újra lőni tudunk egy ilyen akció után. A zoomja 1,20-szoros alaphelyzetben,
illetve a visszarúgása nagyon magas. Itt láthatjátok az Iron Sights-át a fegyvernek, szerintem elég jó, használható, szerintem tényleg elég pontos, és mint egy AK gyakorlatilag, és az AK-nak is nagyon jó Iron Sights-a van szerintem, de akinek nem tetszik, nyugodtan használjon termászkópot rá, mert tényleg nagyon ütős ezzel a fegyver. Hát igazából nem tudom, milyen klaszt is tudnék ehhez a fegyverhez ajánlani. Igazából én Slides of Hand-el, Quick Draw-val és Stalkerrel használom, és sok helyütt olvastam, hogy Grip plusz Rapid Fire ehhez a fegyverhez olyan, mint egy atomrobbanás, úgyhogy használjátok hozzá ezt is, de én Thermascope és Silencer párti vagyok, és azzal hoztam le a mobot is, úgyhogy nekem azzal jött be ez a fegyver. Ennyi volt a PKP patchének bemutató, úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!